az MKKP EP lista vezetője. Óriási nagy tapsot Mariettának. Gyere, Mariett! Sziasztok, én Lé Marietta vagyok, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt Európai Parlamenti Lista vezetője. Köszönöm, hogy itt vagytok ma, és csodás titeket látni. Ma a szabadságot ünnepeljük együtt. Ezzel kapcsolatban egy rövid versrészettel készültem nektek Kutyófitól. Ebb gondolat bánt engemet. Tétlen Fidesz kormány alatt halni meg. Kutyófi szavai ma is érvényesek, és talán fontosabbak, mint valaha. Hányan vagytok itt, akik tudják, hogy milyen egy befoltozott kátyúnak az illata? Megvan nektek az az átható kőolaj származék szag? Biztos emlékeztek arra, amikor a felcsúti műszaki ügyintéző arra kérte a kutyapártot, hogy állítsa vissza a kátyúnak az eredeti állapotát. Hányan vagytok itt, akik érezték már azt az érzést, amikor járdafestés közben letérdelsz, és egy kis kavics fúródik a térdedbe? Egy kicsit ragad a kezed a festéktől, és hazafelé dörzsölgeted az ujjadat, mert nagyon idegesít, hogy ez a festék rajta van, és lehet, hogy máskor nem is fogsz ecsetet a kezedbe, csak akkor, amikor a kutyapárt passzivistái ezt kéri. Hányan vagytok itt, akik tudják, hogy milyen az, amikor a szavazatszámláló bizottságban nekiálltok vitatkozni a delegáltakkal, hogy akkor most körön belül, vagy körön kívül metszi egymást az a két vonal? Ezek vérremenő viták. Egy pártnak ez egyel kevesebb, vagy egyel több szavazatot jelent. Ezek vérremenő viták, és szerintem ez a szabadság. Ebb gondolat bánt engemet. A politikusok elfelejtették, hogy miért vannak. Azért vannak, hogy azzal foglalkozzanak, ami nekünk fontos. Hogy hol élünk, hogy miből élünk, és hogy milyen állapotban vannak körülöttünk a városok. És az is fontos, hogy együtt mondjuk, legyen minden jobb. Tudtátok, hogy a kutyapárt 200 millió forintot osztott ki civil szervezeteknek és helyi kezdeményezéseknek? Igen, mi a kampányköltésre szánt pénzünket plakátok helyett úgy döntöttünk, hogy rátok költjük. A pályázóink fantasztikus projekteket hoztak létre, ebből a pénzből például, és nem a mi kérésünkre, de több száz macskát ivartalanítottak. Felújítottak közösségi tereket, strandot, építettek napelemet, higiéniai termékeket vettek szegény családban élő lányoknak. Emberek pingpongoztak, bringáztak, énekeltek. Szerintem ez a szabadság. Ebb gondolat bánt engemet. Az a baj, hogy Magyarországon mindenki a messiást várja. Pedig igazából több ezer szarlapátoróra van szükség ahhoz, hogy ez az ország végre jobb hely legyen. Vissza kell vennünk a kezdeményezést, és mostantól nekünk kell irányítanunk. Én azért megyek Brüsszelbe, hogy elindítsam Európa kutyapártosítását. A cselekvés az első itthon, és a cselekvés az első az Európai Unióban is. Nem azért megyünk Brüsszelbe, hogy intézményekről és bonyolult szabályokról vitatkozzunk. Én azért megyek Brüsszelbe, hogy megmutassam Európának az utat vissza a cselekvéshez. Hú!
nem ígérek semmit, mert úgysem tudnék többet ígérni, mint a legtöbb politikus. Így a kutyapárt európai parlamenti programját is úgy döntöttük, hogy inkább veletek írjuk. Én nagyon köszönöm annak a 42 embernek, akik a holnapi naptól az egész hétvégéjüket arra szánják, hogy javaslatokat tegyenek a kutyapártnak, hogyan cselekedjünk az Európai Parlamentben. Köszönöm nektek, hogy itt vagytok, és nekik, hogy holnaptól nekiállnak ennek a munkának. Mutassuk meg együtt az utat a szabadsághoz. Június 9-én szavazzatok a kutyapártra, jó lesz! Liva Rietta! Nagy tapsot neki! Szavazzátok be a EP-be, de ne felejtkezzetek meg rólam se, hisz a negyedik hely az negyedik hely, akárhogy nézzük. És most egy elképesztő politikus, tényleg elképesztő politikus szeretnék bejelenteni. Kemény munkát végzett a Ferencvárosban függetlenként. Fogadjátok óriási szeretettel Baranyi Krisztinát! Gyerekként. Ó, majdnem annyian vagyunk, mint Magyar Péteren. Szervusztok! Tisztelt megjelentek, ünneplők, kedves barátaim! Kutyapárti demonstráción állítólag viccet kell mondani, úgyhogy ezzel túlesnék most az elején. Nemzeti együttműködés rendszere. Köszönöm, hogy elmondhattam. A reménytelen vicc az egyik oka, hogy a Magyar Kétfarkú Kutyapárt valójában már régen nem viccpárt. 14 év nem után nem lehet olyan abszurd poént kitalálni, amit a hatalom ne tudna a valóságban túlszárnyalni. Eszébe jutott valaha másnak űrkutatásért felelős főispánt kinevezni? Akivel Farkas Bertalan űrhajós társaságában német Szilárd beszélget? 5 évvel ezelőtt, amikor a 19-es kampányban először találkoztam kutyapártosokkal, még az ő előjoguk volt a szórakoztató politika. De közös munkánk közben akkor is, és azóta is folyamatosan tapasztalok más, talán fontosabb jellemzőt is. A kutyapártosok nem pozíciókért alkudoznak, hanem a mindannyiunk életét érintő nehézségek, problémák megoldásával, vagy legalább feltárásával foglalkoznak. És miközben a közösség ügyeivel törődnek, egyedülálló módon meg is teremtik a közösséget. Magyarul politizálnak. Éppen azt csinálják, és úgy viselkednek, ahogy az eredeti tankönyvi definíció szerint a politikusoknak kellene. Csak még azt is megengedik maguknak, hogy közben mindenki jól érezze magát. Pont erre volt szükségem, amikor polgármester lettem 19-ben, és pont ez hiányzik nagyon fájón a magyar politikából. Mivel mindez nálunk az önkormányzat vezetése közben érvényesül, ezt az attitűdöt nem csak én kapom meg, hanem közvetve valamennyi ferencvárosi. És remélem, idén már megkaphatják mások is. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt annak a lehetőségnek a kapujában áll, hogy amiket olyan példásan el tudott készíteni kis maketteken, azt megvalósítsa nagyban is. Még mindig nem olyan nagyban, mint szeretnénk, de azért már jól látható méretben. Egy ilyen helyzettől az új lehetőségek előtt mindig minden normális ember megijed. Szerintem annak a természetes ijegységnek volt tünete a párt pár nappal ezelőtti villámválsága.
Abszolút megértem az értséget, de a változástól én nem féltenélek titeket. Nincs kétségem, hogy a júniusi választások után jó kezekben lesz a mandátumok ide kerülő része. Ezt utoljára tegnap tapasztalhattam meg, amikor Suzi megnyitotta a Bakásbunkert, Ferencváros és persze Budapest új művészeti terét és alkotóműhelyét. A Kutyapárt társelnöke egyben alpolgármesterem éveken át küzdött a projekt megvalósításáért a többi párt képviselőivel, akiknek az ellenállása kizárólag politikai irítségből fakadt. A történet éppen ellentéte egy másik kulturális intézményünk, a Pince Színház igazgató választása körüli eseményeknek. Utóbbi esetben az ország legjobb színház szakmai emberekből álló zsűriét kértük fel az igazgatói pályázatok elbírálására. A zsűri egyhangúan választott ki egy rendkívül ígéretes, hosszú távon és kifejezetten izgalmasnak mutatkozó, független színházi pályázót. A képviselőtestületünkben ülő úgynevezett nagy pártok képviselői, akiket ma már inkább nevezzünk hagyományos pártok képviselőinek, a zsűrire magasról téve egy pártos embert választottak ki. Politikai szempontból persze a Bakácsbunker és a Pince Színház története is pehelysúlyú, de mint csebben a tenger mutatják meg a különbséget politikus és politikai kiskereskedő között. Nem véletlenül fordulnak el lassan már mindenkitől az ellenzéki választók tömegei, akik nem csak azt látják pontosan, hogy az ellenzék vezetői között számos fideszes módon működő politikus van, hanem azt is tudják, hogy soha nem fogjuk Orbán Viktort leváltani az évtizedes táblatban is stabilan legnépszerűtlenebb 4/2 összehozó közszereplők vezetésével. Nem csoda! Nem csoda, hogy a legtöbben inkább elfordulnak az egésztől, elvonulnak és gondozzák kertjeiket. Pedig a megoldás éppen ennek az ellenkezője. Minél reménytelebbnek tűnik a helyzet, annál fontosabb az a kérlelhetetlen igazságkeresés, ami a kis számban megmaradt hiteles ellenzékű szereplőkre jellemző, akiknek még hisznek az emberek. Velük kell együttműködni. Velük kell együttműködni, amikor az ország javáról, a közösség jólétéről, jobb működésről van szó. Amikor a politikai kiskereskedők vagy sötét hátterű pénzekkel kitömött nagy kutyák megállításáról van szó. Küzdjünk töretlenül az igazságért, próbáljuk megvédeni közös anyagi és morális értékeinket, a hatalom áldozatait és a megtámadott gyengébbeket, a megerőszakolt gyerekeket és a megalázott tanárokat, a melegeket, a távolról Európába menekülőket, az orosz agresszió áldozatait. A forradalom évfordulóján és a magyar sajtó napján vegyük elő a 48-as 12 pontot, amelyik a cenzúra eltörlésével kezdődik, és az unióval végződik. Védjük meg a sajtószabadság maradékát, a független szabad szerkesztőségeket, és kössünk uniót az unióval, és közben igyekezzünk alkotó, felelős közösségeket építeni, ahol és ahogyan csak módunkban áll. Egyetlen esélyünk, ha megfordítjuk a tendenciát, és nem a kertjeinket, hanem a közösségi kertjeinket gondozzuk.
érdekmes szövetkeznünk. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! Egy bátor hölgy, Baranyi Krisztina, nagy tapsot neki! Unió az unióval, csendbe hozzátenném, hogy és unió Jamaikával, hisz szépek a növényeik. Na, a következő fellépő nem más, mint Juhász Veronika, óriási tapsot neki, a pártalelnöke, egy EP képviselőjelölt és a második kerületi önkormányzat képviselője. Veronika. Na, sziasztok! Hello! Amúgy hogy vagytok, hogy így nem fáj a nyakatok ettől a sok felfelé nézéstől? Állítólag ilyen megrészegítő, ilyen magas színpadon állni, és akkor ilyen megrészegülten kellene itt állni, én most így full józan vagyok. Na de hogy beszélj, szóval akkor úristen, mozog ez a dolog egyébként. Na, inog a szabadság. Szóval, hogy beszéd, akkor legyen az, hogy először így skandálunk, és akkor utána mondok egy viccet, és akkor utána elmondom, amit esetleg elmondom, amit itt szerettem volna, jó? De először skandálunk, mert hogy Magyarország szabadságra megy Brüsszelbe! 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 Yeah! Jó voltok! Brüsszelbe! Ez még magyarul is jól hangzik. Na figyelj, akkor mondok most viccet. Petőfi Sándor március 16-án bemegy a Pirvaxba. Ezt most hallottam az előbb, hogy ez így volt. És akkor kérdezi a pultnál a pultos, hogy ma is a szokásos konyakot? És akkor mondja neki, hogy dehogy is, még csak az kéne, hát tegnap is mi lett belőle. És akkor most nektek nevetni kell. Ja, egész jó. Na, szóval, hogy tudjátok, hogy akkor megyünk át a hídon, amikor odaérünk. Jó sokan ide értetek. Na de hogy hogyan működik ez a hídon átkelés, azt igazából akkor tudjuk meg, amikor egy hídon ezt meg tudjuk tapasztalni. Ez is jó hír. Mert ugye a gyerekkorunkban így mások mondják meg, hogy mit tegyünk, így mások hozzák meg a fontos döntéseket helyettünk. És akkor idővel ki tud alakulni egy ilyen kettőség, hogy aki benne van ebben az irányítottságban, az mindig kifelé vágyakozik, aki meg kint van, az meg valami így be akar ebbe jutni vissza. És hát ebből látszik így, hogy a mi társadalmunk most ez kicsit hasonló egy ilyen családhoz, ahol van egy ilyen szorongó. És sokszor jobb neki a szorongó családtag, mert addig legalább nagyon együttműködik, addig legalább nincs véleménye, na és akkor jön ez a frány, a szabadság! De mi van a szabadsággal? Van szabadsági keretek nélkül? Ez már a szabadság híd, vagy ezt még fel kell szabadítani? Lehetne a szabadság az, amikor nekem már baromira jó, de neked azért még nem ártok? Lehetne a szabadság az a vicc, amikor nem rajtad nevetek, hanem veled együtt? Lehetne a szabadság az az ingyen sör, amit ha jól becsítsenünk együtt, de még nem akarsz pofán vágni. Szerintem megpróbálhatnánk, és akkor lenne egy ajánlatom, hogy nem már mindig csak felfelé nézegessünk. Mi lenne, hogyha itt szerte szét néznénk, meg fogtok lepődni, hogy mit fogunk látni egymást. Na, sziasztok! Juhász Veronikát hallottátok, még egyszer tapsoljuk meg, az a biztos, már elszalad, de remélem még hallja. Most pedig egy olyan hölgyet jelentenék be, akit
bizonyára ismertek már a híradásokból is. Ő ex-tanár, de szerintem lelkében még mindig tanár. Én reménykedem benne. Úgyhogy fogadjátok óriási nagy szeretettel Törlei Katalint, FV képviselőjelöltünket. Jó híd foglalást mindenkinek, sziasztok! Nem fogok viccet mondani, mert inkább arról beszélnék, hogy elgondolkodtatott ez a híd, meg ez a nap, és hogy mit is jelent a szabadság nekem, a Tanítanék aktivistájának, tanárnak, a Tanítanék és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt európai képviselőjelöltjének. Nekem a szabadság, ez a veletek együtt birtokba vett híd. Nekem a szabadság a szabad, a kell és a lehet tudatos kezelése. Nekem a szabadság a döntés joga és felelőssége az életemmel kapcsolatban, önmagunk vállalása, megalkuvás, szégyen és magyarázkodás nélkül. Nekem a szabadság a vita, a választás, mások tisztelete, a párválasztás, a gyerekvállalás szabadsága. Nekem a szabadság a tudás, az önálló gondolkodás képessége. A különbözőségek együttélése és elfogadása, az esélyek kiegyenlítése. Nekem a szabadság a roma műsorvezetők megjelenése a közmédiában. A kiszolgáltatottság visszaszorítása, a hatalom korlátozása, az állampolgárok autonómiája, a döbrögik trónfosztása. Nekem a szabadság az európai lét, a kiálláshoz való jog, az emberi és szakmai méltóság tisztelete. Nekem a szabadság, ha a nemzeti ünnepen a Nemzeti Múzeumnál meghallgathatom a miniszterelnök hazug beszédét, anélkül, hogy levernék a szemüvegem. Anélkül, hogy az ellenvéleményüket csendben demonstráló aktivistáinkat megütnék. Nekem a szabadság, ha tükröt tarthatunk a hatalomnak. Nekem a szabadság az, hogy nem kell félni, hogy jogunk és felelősségünk beleszólni közös dolgainkba. Nekem a szabadság a cselekvés, a keretek folyamatos megkérdőjelezése, az igazságos játékszabályok közös kialakítása. Nekem a szabadság a valódi önkormányzatiság. Nekem a szabadság a véleménynyilvánítás, az öncenzúra eltörlése. Nekem a szabadság szerelem, e kettő kell nekem. És nekem a szabadság Adi és Bartók. Nekem a szabadság a rend, nem a csend. Nekem a szabadság a tanítás. A jelenleg fölöttünk ugrándozó hatalom szabadság felfogása gyökeresen különbözik az enyémtől. Valahogy úgy gondolják, hogy a szabadság Orbán Viktor és körének hatalmi kiteljesedése, miközben azt várnák el, hogy az állam polgárai szép csendben tűrjék, sőt, élvezzék pénzsovár és önös érdekű hatalmi mámorukat. Az ő elképzelésük a megfosztáson és kifosztáson, a büntetésen és a kedgyakorláson alapul, az ő eszközük a kinyilatkoztatás, a vita megfojtása, az elhallgattatás. Téved, aki úgy gondolja, hogy a szabadság csupán egy főnév. Mert a szabadság ige, a szabadságért tenni kell. A szabadság rajtunk múlik, és vannak már honfitársaink, akik elkezdtek tudatos, szabad állampolgárként viselkedni. Ilyenek például a polgári engedetlenséget gyakorló, vagy az elmaradt túlmunkadíjért perelő tanárok, az apugyár tüntetések és perek szervezői és résztvevői, az iskola átvétel ellen kiálló szülők, a jogaikért kiálló diákok. Róluk kell példát vennünk. De
Tennünk kell a szabadságért, akkor is, ha nehéz és felelősséggel jár. Tennünk kell érte, ahogy 1848-ban tettek érte a márciusi ifjak. Tennünk kell érte akár kis lépésekkel is. Az első lépés például a szavazás lehet. Menjetek el szavazni június 9-én. Az a célom, az a vágyam, hogy egy szabadabb, boldogabb, egyenlőbb országban élhessünk, egy szabadabb, boldogabb, hatékonyabb oktatási rendszerben tanulhassanak a gyerekeink, hogy a befizetett adónkért megkapjuk a nekünk járó jó szolgáltatásokat az egészségügyben, az oktatásban, a kultúrában, és hogy nehézségek esetén a rendelkezésünkre álljon a szociális ellátórendszer. Ne egyéni erőforrásokon vagy hősiességen múljon ez a hozzáférés. Ez az állam kötelessége, kérjük számon a jelenlegi hatalomgyakorlókat amiatt, hogy ellopják a jövőnket, a gyermekeink jövőjét, és hogy gyűlöletet szítanak kiszolgáltatott és kiszolgáltatott között. Számomra ott kezdődik a szabadság, ahol van igazi gyermekvédelem, ahol biztonságban érezhetjük magunkat, ahol megbízhatunk a hatalomban, hogy válság esetén a mi érdekeink mentén fog kormányozni, ahol nincs korlátozva, hogy mit érhetünk el, ahol nem az határozza meg a jövőnket, hogy melyik település, melyik utcájába születtünk, ahol a gyermekek akármilyen képességekkel születtek is, minden esélyt és segítséget megkapnak a boldoguláshoz, ahol szabadon kiállhatunk magunkért úgy, hogy nem kell félnünk a megtorlástól, ahol a tanítványaikért kiálló tanárokat nem rúgják ki, és nem kényszerítik távozásra a rendszerből. Meggyőződésem, hogy az oktatás taníthatja meg a szabadságot, a kritikus gondolkodást, a kiállás, együttműködés és beleszólás képességét. Ezért fontos az, hogy egy tanár képviselő is legyen az Európai Parlamentben. Egy tanár az, aki a legjobban képes lenni a szabadságért, az ügyek hiteles képviseletéért, azért, hogy a magyar gyerekek is megkapják azt, ami más európai társaiknak is jár. Hogy a szülőknek ne kelljen szorongalniuk a gyermekeik jövőjéért, hogy az elképesztően fontos szerepet betöltő pedagógusok óvodától egyetemig méltósággal, szakmai meggyőződésük szerint dolgozhassanak a tanítványaikért. A szabadság most kezdődik. Vitákon és konfliktusokon keresztül. Ezeket végigjátszva indulunk együtt, a Tanítanék és a Kutyapárt, az elfogadható, igazságos feltételekért, játékszabályokért az önkormányzatokban és európai szinten. Jónás Tamás Kívülálló című regényének a mottója: a szabadság csak szárny, neked kell verdesned. A szabadságért tenni kell, hogy ne csak vágyálom, hanem valóság legyen. Én ezért indulok az európai parlamenti választásokon, és ezért kérlek titeket, hogy menjetek el szavazni. Szavazzatok az MKKP jelöltjeire, és szavazzatok rám. Erősítsük meg együtt mindannyian a szárnyainkat, hogy közösen billenthessük ki ezt a bántalmazó hatalmat a magabiztosságából, hogy legyenek értelmes párbeszédek, hogy legyen előrelépés, hogy helyreállítsuk a bizalmat, és visszaszerezzük gyerekeink és jövőnk biztonságát. A szabadság akarat és cselekvés kérdése. Csak döntenetek kell. Köszönöm, hogy meghallgattatok. És utána elmehetünk szabadságra. Törlei Katalin, EP képviselőjelölt, akire majd pezsgőt fogunk bontani. Remélhetőleg. Gergő kérdezte tőlem az előbb, hogy mennyien vannak. Hát mondom, amíg a szemem ellát. Most nem tudta, hogy rövidlátó vagyok. De együtt jó sokan vagyunk, örülök nektek. Következik Döme Zsuzsanna, Szuzi, a párt társelnöke, Ferencvárosi alpolgármester,
és Kovács Gergő, a pártás elnöke, 12. kerület képviselője, és a 12. kerület előválasztások egyértelmű győztese. Na hát akkor szavaztok! Kedves forradalmi résztvevők! Legalábbis kommunikációs szempontból mindenképpen erős héten vagyunk túl. Mindenkit az elnézést kérünk az esetleges magas vérnyomás és... Ez is direkt volt egyébként, mint az előző hét. Amit ugye most már elárulhatunk, hogy igazából szerettünk volna egy igazán erős és ütős kampánynyitó, de nem volt semmire sem pénzünk, úgyhogy ezt így tudtuk csak megcsinálni. Igen, de vége a káosznak. Ünnepélyesen most megígérjük nektek, hogy mostantól normális, szervezett keretek között előre ütemezett módon fogjuk csinálni a dolgokat. Jövő héten szerdán mondunk le legközelebb, ezt szombaton csináljuk majd vissza. Utána hétfőn lesz lemondás, ami keddig fog tartani, aztán beállunk majd minden hónap utolsó péntek szombatjára. Anders, kérlek, kérlek! Bevalljuk, hogy az EU-t héten csak az egyre nagyobb számú bizonytalan szavazót szerettük volna megszólítani. Vagy lehet, hogy nem? Vannak itt bizonytalan szavazók? Nem! Ebben most így nehéz eldönteni. Na, mindegy, úgy néz ki, hogy azért egyre jobban állunk. Már csak nagyjából 6000% infláció, 43 pedofil botrány, 21 ellenzéki tüntetés, és pár ütemezett társelnöki lemondás. És mi leszünk a legnépszerűbb párt Magyarországon. Jöttünk ide a hídra, hogy megszólítsuk a kiábrándult fideszes szavazókat. Itt vagytok? Szuper! Továbbá szeretném most megszólítani és magunk mellé állítani a kiábrándult fideszesekben csalódott mi hazánkosokat! Azokat az LMP-seket, akiket zavar, ha a Momentum eltávolodik a DK-tól. És keresztény demokrata káros útjait! A trófarmon dolgozókat, akik nincsenek bejelentve, és nem lesz nyugdíjunk! A hegyi horgászok mellett az ország alacsonyan fekvő területein élő hegymászókat. A bányászatból élő anyákat. A KDNP-ben csalódott fideszeseket. A gyermekvédelmi törvényen elégedetlen reformátusokat. Jó napja, hogy mind ennyien vannak, itt vannak, és hogy mind bizonytalanok. Nos, most, hogy végre mindenki figyel, akkor most ismertetjük Magyar Péter programját, hogy már ne kelljen elmennetek a másik tüntetésre. Egy pillanat. Vezessük be az eurót! Csatlakozzunk az Európai Korrupció Ellenes Ügyészséghez! Egészségügyi Minisztériumot! Csomó mindenki lopjon kevesebbet! Elszámoltatás! Oktatást! Az áldatlan állapotok felszámolását! Rogán Antal csináljon valamit! És legyen Magyarországon még több párt! Tapsoljátok meg Magyar Péter programját! Akkor most szólítsuk meg a visszaábrándult és ide-oda ábránduló és az ábrán nélküli fideszeseket. Gyere, Gergő! A szabadság ünnepén ugyan mi lehetne fontosabb, mint hazánk szuverenitása?
ami veszélyben van. Cselekednünk kell, meg kell védenünk a magyar szuverenitást. Ne hagyjuk, hogy fiataljainkat elcsábítsák a nyugat-európai országok. Azonnal csökkentsük legalább 20%-kal a nyugat-európai és 10%-kal a romániai béreket. Ne engedjük, hogy az Európai Unió apró pénzzel megvásároljon minket, és nem találom a következő mondatot, amit aláírtam. Állítsák le az EU-s források folyósítását, és a korábban küldött pénzeket küldjük vissza! Katonai védelmet a határmenti szavazóhelyiségekbe! A választások idején a vándormadarakat vigyék el innen! A magyar kormány indítson nemzeti konzultációt Romániában! Felszólítjuk Iránt, hogy támogassa a magyar szuverenitást! Ne adjunk enni a nyugati határnál felgyűlt befolyás menekülteknek! Drágítsák meg az angol nyelvtanfolyamokat! Kötelező szuverenitási gyors tesztet a napi szinten Ausztriába ingázóknak! A 444 kétszer hozza le az összes Balmazújvárosi fideszes képviselő minden sajtóközleményét! Csákban pedig legyen kötelező a magyar nyelvoktatás! Úgyhogy azt hiszem, most már minden választást megnyerünk Európától az Afrikai Unióig, kedves alkotótársaink és minden kutyapártos forradalmár, aki valaha nevetett már a szabadságért. Köszönjük, hogy vagytok. Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok a szuverenitásotokra. Sziasztok! Gergő és Suzi!